Igen, jól látjátok, ez nem a halálfalokról szóló videó, de az is várható pár napon belül. Viszont mivel már kevesebb mint egy hónap és itt az új legendás állatok film, gondoltam összeszedem nektek, hogy mit is tudunk róla eddig. Persze, aki nem akar egy infómorzsát sem megtudni a film cselekményéről, az ezt ne nézze meg, akit pedig érdekel, azt tartson velem a mai videóban. A legendás állatok Grindelwald büntetei film cselekménye ott folytatódik, ahol az előző rész abba maradt. A MACUSA, azaz az Amerikai Egyesült Államok mágikus kongresszusa elkapta a sötét varázslót, Gellert Grindelwaldot. Grindelwald egy pár hónapig ott marad a börtönben, majd a MACUSA úgy dönt, hogy Európába szállítják, ahol felelnie kell a büntetteiért, ám ő megszökik. Mint tudjuk, Credence nem hal meg az első részben, nagyon is túléli, és mivel addigi életében elnyomásban élt, számára a kérdés az, hogy ki is ő valójában. Ebben az időben egy Circus Arcanus nevű vándorcirkusz van New Yorkban, Credence feltehetőleg itt ismeri meg Naginit, az elátkozott boszorkányt. Nagininek valószínűleg szintén nem a legjobb élete van, így Credence-szel összebarátkoznak, ám szerintem csak titokban találkozhatnak, talán épp a cirkusz tulajdonosa a Scander miatt. A cirkusz eközben Párizsba utazik, valószínűleg Credence is így kerül oda. Még az első előzetesben derült ki, hogy Dumbledore Párizsba küldte Goethe Salamandert, na de itt a kérdés, vajon milyen ügyben? J.K. Rowling szerint az igazi indok arra, hogy miért megy mindenki Párizsba, az Credence. Dumbledore azt mondta Goethének, hogy Credence-t meg kell találni, az már egy másik kérdés, hogy hogyan kötődik a fiú Dumbledorehoz. Lehetséges, hogy itt valahogyan hozzákötik az obskurus vonalat a Dumbledore családhoz? Grindelwald eközben nem kevés varázslót és boszorkányt próbál meggyőzni arról, hogy a mágusok ne éljenek tovább a muglik árnyékában, hanem inkább vegyék át felettük az irányítást. Ez természetesen a varázsvilág lelepleződéséhez vezetne, amit egyik mágiügyi minisztérium se akar. Ám eközben a minisztériumnak Dumbledore-t is figyelni kell, hiszen az önszálltával küldte Goethe Salamandert, hogy győzze le Grindelwaldot. Valószínűleg itt áll majd szembe a két testvér, Goethe és Theseus, mivel utóbbiról tudjuk, hogy egy auror, azaz a minisztérium oldalán áll, valamint Leta Lestrange a jegyese, akivel Goethe igen szoros barátságban volt iskolai évei alatt. Ha már Goethe iskolai éveinél tartunk, a film ezeket is megmutatja, én arra tippelnék, hogy még a kirúgásának oka is benne lesz a filmben, ami elméletileg lett a Lestrange hibája, akinek egy rosszul sikerült kísérlete miatt kirúgták Goethét, aki magára vállalta a dolgot. Ami még fontos, hogy a film cselekménye alatt már Grindelwaldnál van a bodzapálca, ám nem kell félni, hisz ellene a jól ismert szereplők is felveszik a harcot, mint például Tina és Queenie Goldstein, Jacob Kowalski, de még fontos az új karaktereket is megemlíteni, mint Nicholas Flamel, akit bár ismerhettünk a bölcsek kövéből, most a nagyvászonra is felkerült Dumbledore oldalán. J.K. Rowling sok információt osztott meg a filmről, például Twitteren, ezek szerint a még készülő három filmben, és ebben a következőben is Goethe Salamander lesz a főszereplő, és én egyébként nagyon remélem, hogy a legendás lényeken is marad még a kellő hangsúly. Érdekesség a színészekről, hogy bár Theseus idősebb, mint Goethe, az őt alakító színész 8 évvel fiatalabb, mint Eddie Redmayne. Ami pedig talán nektek is feltűnt, hogy Jamie Campbell Bower és Toby Rakebo, akik a fiatal Grindelwaldot és Dumbledore-t alakították a Halál erekjei filmben, ebben a filmben is feltűnnek ugyanebben a szerepben. Akit pedig érdekel a film zenéje, az már YouTube-on megtalálhat egy-két soundtracket, amelyeket James Newton Howard szerzett, az első rész és még több sikeres film zeneszerzője. A tracklistet érdemes óvatosan olvasgatni, mert spoileres lehet, de megtudtuk, hogy lesz például külön Dumbledore téma. Nos, ennyi információt gyűjtöttem össze a filmről, remélem tetszett. Azt fontos megemlíteni, hogy az itt elhangzott infók nem 100%-osak, csupán ezeket lehet sejteni. Ha esetleg valamit kihagytam, vagy van egy elméletetek, hogy mik lesznek még a filmben, azt mindenképp írjátok meg. Ha szeretnétek kifejteni a véleményeteket a videóval kapcsolatban, akkor írjatok egy kommentet, vagy nyomjátok meg a lájkot, diszlájkot. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.
That's your brother? I think that might have been the best moment of my life.